Most pedig átnyargalunk a parti falatok világába. Petra kedvenc témája, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy azonnal itt is lesz velünk. Na de már itt van velünk biztosan kedves a vendégünk, akinek köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ő pedig Horilla Stelian, a Flamingo Bistro Bar sépje és tulajdonosa. Szervusz, és köszöntünk itt nálunk, a kihelyezett nálunk, most mondjuk így. Sziasztok, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Készültem egy pár parti falatkával nektek ebbe a strandidőbe. Amit köszönünk szépen, látjuk és érezni is. Lehet, ha erre fúj a szél, akkor az előbb is annyira megcsapod. Mit éreztem? Mi ez az intenzív illat, ami egyből rögtön így feltűnt? Több kencével és finomsággal is készültem. Szerintem, aminek ilyen intenzív illata lehetett, az a padlizsánkrém. Egy autentikus erdélyi padlizsánkrém, vinetta, mert én Erdélyből származom. Itt a padlizsánt héjastúl faszenen grillezzük meg, míg teljesen ropogósra meg nem sül a héja, aztán kibelezzük, kiszedjük a belsét, és fakanállal, házi majonézzel, lilahagymával, sóval, pici citromlével ízesítjük, ennek érezheted ezt a füstös illatát. Én gyorsan visszacsatolnék, hogy tényleg az egyik kedvenc témám. Tudom. De arra lennék kíváncsi, hogy egyáltalán mi is az a finger food, mert hogy elég divatos manapság, és gyakorlatilag tényleg elengedhetetlen kelléke a partiknak, akár egy grill party mellé. Tulajdonképpen ezek a finger food az falatkákat jelent, úgyhogy egy kézzel egyszerűen tányér és evőeszköz nélkül szinte egy harapásra meg tud enni az ember. Mondjuk, aki ezt egy harapásra megeszi, figyelj, hát megemelem a maximum kalapomat. Maximum kettő. Kihívás elfogadva. Az lenne a lényege, hogy minél több és színesebb ilyen kis kanapé szendvicseket össze tud állítani az ember kerti partira, kis előkészülettel, be tudnak rá készülni akár otthon is a háziasszonyok, és aztán elég nagyot lehet villantani vele, és később kirakja az ember egy jégágyra, vagy egy tálcára, vagy egy dekoratív tára, és utána már nincs sok dolog vele tulajdonképpen. Talán már nem mindenki foglalkozhat a partra, mindenki elengedheti magát nyugodtan, és akkor ezzel már nincs különösebb sok dolga az embernek. Nyári kínálatban egyébként mik azok a típusok, amik szóba jöhetnek ilyenkor? Tehát, hogy milyen a tárház, hogyha erről a finger foodról beszélünk? Hát a finger food az egy tipikusan olyan egyébként, mint a gasztronómiában minden más, hogy a tárház az végtelen. Hogyha a szezonálitásra koncentrálunk, akkor ilyenkor nagyon sok zöldség az, amivel színessé lehet tenni a finger foodot, vagy ezeket a kanapé szendvicseket. Különböző zöldségkrémek, különböző tatárok, marhatatár, lazasztatár, itt készült most egy gravlax és egy ilyen pácolt lazac, amit sóba, cukorba, zöldtával pácolunk egy éjszakán át hűtőben, aztán szépen lehet végén szeletelni ezekre a kis szendvicsekre. Itt most egy avokádó krém készült, ami tulajdonképpen az avokádónak is nagyon magas az A és az E vitamin tartalma, teljesen jól lehet ízesíteni, mert egy semleges, friss, üde íze van, és saját szájízünk szerint lehet ízesíteni. Igazándiból ezek azok, amikkel kísérletezgetni kell, és végtelenség lehet őket variálni. Ha már említetted a lazacot, mondjuk ezek a tengeri herkentjük mennyire népszerűek manapság? Hát ugyanúgy most már van ez az egészséges életmód eléggé előtérbe került, hál' Istennek is, hogy divatos. Így szerintem elég jó választék van már akár a hipermarketekben is, tök jól meg lehet ezeket találni. Meg hát hogyha belegondolunk, mondjuk hogyha van egy lazac is, ami mondjuk, hogyha akciós egy hiperbe, 8000 forint kilója, és van egy felvágott, ami meg 4000 forint, akkor itt már eléggé olyan az árkülönbözet, hogy akkor nyugodtan az emberek kipróbálhatnak akár egy ilyen kicsit drágább és minőségi superfoodokat is akár. Azért érdekes ez, hogy beszéltük itt, hogy akkor rögtön el lehet fogyasztani. Milyen eseményekre, rendezvényekre, vagy bármilyen összejövetelre ajánlanát főként, akár otthon elkészítve baráti társaságoknak, gondolok itt, hogy hol a legnépszerűbb? Hát akár kerti partik körében is, koktélpartik, ballagás, vagy olyan eseményekre, ahol nagyobb létszámú ember van, és nem akarunk, nincs arra hely és időkapacitás, hogy például tányírozzunk, evőeszközözzünk, vagy nagyobb étkezést folytasson az adott rendezvény alatt, hanem ahol tényleg csak egy szalvétával vagy egy papírtálcával kényelmesen el lehet ezeket fogyasztani.
Itt azért említetted a különböző ételeknek a különböző tartalmát, az azért ez szempont ezeknek az összeállításánál, vagy a különböző ételeknek az összeállításánál, hogy mennyire lehet ízesíteni, hogyan dominál az egyik íz a másikkal, ezt hogyan próbáljátok kombinálni? Hát azért nyilván vannak indikációk, például ez az avokádó, lazacpáros, ez egy örök klasszikus, vagy akár ez a padlizsán krém, vagy padlizsán tatár egy csepegtetett joghurttal, vagy azért egy... Azért, mint a békön, meg a nem, sárga brokkoli. Dínje, azt hiszem, vagy volt hát valami a sárga dínje, meg a szerránó. Például azt is, hogyha veszünk egy, most már lesznek jó sárga dínjék, betekerjük egy szerránó sonkába, vagy akár rakunk már egy kis levendulát, az is már egy tök fancy ilyen finger foodot tudunk vele csinálni. Vagy például ilyen a mozzarella is, mini mozzarella, koktélparadicsom, bazsalikom, ez is egy olyan trió, ami elengedhetetlen ilyenkor nyáron szerintem. Tuti már éhes lettél. Éhes lettél? Én már nagyon érzem. Nagyon. Hallod a gyomrom porgását? Nyáron azért nagyon sokaknak sokan kedvet kapnak a grill partikhoz, a grillezéshez, amiről mondjuk inkább a húsok jutnak az eszünkbe, de mondjuk a vegáknak, a vegánoknak mit ajánlasz? Mi az, ami még belefér ebbe a finger food kategóriába? Hát ezek a zöldségpástétumok, vagy esetleg grillezett sajtok, füstölt gomolya, amit tök jól lehet grillezni, vagy akár, hogyha grillezésnél maradunk, akkor egy cukinit vagy padlizsánt kiváljunk, és a közepébe töltünk akár tofuval, csinálunk egy ragút, és azt beborítjuk sajta, azt tudjuk grillezni is, de akár, mondom, akármilyen zöldségpástétom, vagy krémek, sajtók, ezekkel lehet szerintem nagyon jól bánni és variálni. Azért a különböző ételeknél azért mindig nehéz, mindig azt mondom, hogy nem vagyok egy nagy konyhatündér egyébként, de azért elkészítek ezt-azt. Mégis otthon, mi az a legegyszerűbb, legalapabb, amit mondjuk, hogyha elkészítenénk a saját kerti partinkra, akkor azt mondjuk könnyen meg tudjuk tenni. Teszem itt fel, hogy a különböző pékáruknál azokat hogyan, tehát hogy innen gondolom az alapoktól építkezve. Hát pékáruk már nagyon sok Egerben, és azért nagyon sok jó minőségű pékség van, ahol kovászos péktermékekkel dolgoznak, de akár tényleg a hipermarketekben is elég széles a választék. Nézni kell, az alapja az egy jó baget. Lehet akár itt gondolkoztatunk egy magvas bagetbe, egy teljes körülésű bagetre, hogyha fittebb vonalat képviseljük, egy kovászos kenyérre. Ezt felszeleteljük, megpirítjuk, és utána tulajdonképpen, amiket már el is mondtam, hogy ezeket a pástítomokat, ezeket az avokádó, a padlizsán, akár egy jó minőségű marha, lazac, ez már mind be lehet szerezni. Amivel még fel lehet dobni, extravagánsá lehet kicsit tenni, ezek a mikrozöldek, ezek is egy ilyen superfood kategóriába tartoznak, meg ezek a színes salátamixek, amit szintén már megtalálhatóak minden zöldségesnél, minden hiperbe, amikkel így fel lehet dobni ezeket igazán, ezeket a kis fingerfood szendvicseket. És ha mondjuk nagyon... Bocsánat. Vagy akár savanyítunk egy retket, felcikkezzük, fehér borecet, só, cukor, esetleg egy kis céklarival megszínezzük, és akkor az már ad egy olyan plusz, hogy ha jönnek a vendégek, akkor jó úristen, hogy ez micsoda. És akkor így ezzel kell lehet egy kicsit... Egy látványban is ad, igaz? Ha mondjuk nagyon kevés az időnk, ezt a tál ételt például mennyi idő alatt lehet elkészíteni, vagy mit ajánlasz, mi az, ami tényleg ilyen gyorsan összedobható? Igazándiból ezeknél a finger food szendvicseknél, vagy kanapé szendvicseknél az a lényeg, hogy az előkészület az, ami egy kicsit hosszadalmasabb. Például, hogy előző este ezeket előkészítjük, bepáccoljuk a lazacot, megcsináljuk a padlizsán krémet, a tatárt, és utána már, mikor finiseljük, akkor tulajdonképpen egy fél óra. Nyilván csinálhatunk egy körözöttet is, az se egy húzós dolog, füstölt pisztránggal esetleg azzal is fel lehet dobni egy magyaros körözöttet, az is körülbelül egy 15-20 perc alatt megvan. Szóval is, de lehet akár egy ízesített vajkrémet is csinálni otthon, friss fűszernövényekkel, veszünk egy vajat, egy jó minőségű vajat vagy sajtkrémet, beízesítjük különböző friss fűszernövényekkel, veszünk hozzá egy szeránósonkát, kis koktélparadicsomot, és akkor azzal is már tudunk nagyot grillírozni. Nagyon szimpatikus állam, hogy én szívesen elkészítenéd, és... én nagyon szívesen megkóstol. Gondoltam. Hát nagyon szépen köszönjük ezt az ajánlást is, és természetesen, hogy hoztál nekünk és készültél nekünk egy kis kóstolóval, hát meg fogjuk kóstolni mindenféleképpen. Nagyon szépen köszönöm, kedves egészségetekre. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.